Tisztelt vendégeim, tanáraim és szüleim! Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam a 12. C-osztály kalandokkal teli történetét. A kis csapatunk Kónya Botrádi Mária tanárnő vezetésével 31 művel csatlakozott a gimnáziumhoz. Mostanra kissé megfogyatkoztunk, így köszönet a lámunkat észes publikum előtt. Mivel minden kezdet nehéz, az első lépteket mi is nehezen és bizonytalanul tettük meg. Ezt követően az osztályfőnökünk segítségével egy családdal kapcsolódtunk, és olyan barátokra tettünk szert, akik életünk következő szakaszába is velünk lesznek. A magyar órákon félve az asztal alatt megmúlva figyeltük, vajon kinél fog kinyílni a napló. A matek órák a legnehezebbnek bizonyultak, ugyanis az egyenletek táblánál való megoldása nem mindig ment olyan egyszerűen, mint ahogy azt elsőre gondoltuk. A töré órákon nem csak az évszámokat megoldtuk, hanem az események közötti összefüggéseket is feltártuk. Széles mosolyjal mentünk le testnevelés órákra, abban bízva, hogy focizni és tollasozni fogunk, de egyből elszállt az öröm, amikor meghallottuk azt a szót, hogy futóóra. De ha már testi órára van szó, nem felejthetjük el azt a leírhatatlan szenvedést, amit átéltünk egy-egy önvédelem órán. Az évek során a nyelvek szerelmese is lettünk, angol, német, francia és kínai ismereteinket gyarapítottuk. A belügyi rendészeti ismeretek maratoni óráink tanárul gyakorlati útmutatóval is ellátott minket. A tantermek négy falát elhagyva nyáron sem maradtattak el a közös programok. Csodálatos és örömteli hétvégén töltöttünk el Hajdúszoboszlón, ahol a hegystrandon kihihentük a szürke hétköznapok fáradalmait. Az opera kaland egy színvonalas előadását is jelveztettük Budapesten. Osztályfőnökünknek hála lehetőségünk volt egy-egy délutáni összejövetelre, ahol még jobban összekovácsolódtunk. Szalagavatónk napján már érezzük, hogy ezzel egy időszak lezárul. Mindannyiunk szívében ott van egy álom, melyet sok-sok nehézség után igazoltunk, tanáraink és szüleinknek köszönhetően egyre tisztában látunk. Talán egy célok elérése érdekében útjaink elválnak, de tele vagyunk emlékekkel, vidám és nehéz időszakok terhével. Azonban ez még nem a búcsú ideje, hiszen még hosszú út és kemény időszak áll előttünk, hogy elérjük az érettségi kapuját. De addig is gyűjtsük tovább emlékeinket, hogy majd nyugodt szívvel és szeretettel búcsúzunk el egymástól. Kedves szülők, most hozzátok szólunk. Azt, hogy idáig eljutottunk, azt nektek köszönhetjük. Amikor úgy éreztük, hogy a lépteink elnehezednek, ti átkorolva segítettetek nekünk tovább menni, hogy közelebb kerüljünk céljainkhoz. Köszönjük a sok-sok fáradozást, a támogatást, és hogy mindig mellettünk vagytok. Hálánk jeléül, fogadjátok szeretettel ezt a szál világot.
Köszönjük Rigó Zsófiának a tánc betanítását és sok-sok fáradozását. Magadják szeretettel a 12. C-osztály szalagolatói műsorát.